Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elérkeztünk a Resident Evil 0. rész végigjátszásunk 5. fejezetéhez. Ezúttal is itt van velem a segítőm. Üdvözlök mindenkit! Úgy van, nagyon titokzatos volt. Na, előző részben ugye elhagytuk a vonatot, és eljutottunk erre a kiképző bázisra, úgymond, ami inkább egy kutatóközpont. Meg kell mondjam, hogy anyagi helyzeteink erősen korlátozottak. És azt hiszem, hogy innen kell tovább haladnunk. Először nézzünk körül. Itt, mintha mutatna egy ajtót, ahol nem tudom, hogy jártunk-e. Nézzük. Ezt nem kellett volna. Kaprázatosan gyengén állunk. Szerintem se. Ideje pótolni. Aki úgy tűnik nyugalomban. Igen, ez egy kézi valami. Az lehet, hogy Rebecca ott magába harcol. This way. Roger. Viszont... Igen, valamiért önálló üzemmódra kapcsolt. Túl nagy veszteséget nem szenvedtünk. Oda majd még vissza kell mennünk. Jó, ezek az ajtók nem nyílnak, úgy tűnik. Szokás szerint a másik oldalról nyílik. Hát megkerestünk kell egy órát, amire volt 15-öt kell beállítani. Na, menjünk akkor. És folytassuk a felderítést. Igen, ugye ide majd kell a két szobor. Nyilvánvaló.
akár ebben a házat is hagyhattánk egyébként. Nincs lőszerünk, akkor nem nagyon tudunk lövöldözni. Zárva. Tűzmotívumos ajtó. Ezt adjuk oda Rebekának egyenlőre. Ezt is. Akkor Billy megőrzi. Az a probléma, hogyha rövid időn belül nem találunk valami lőszert, akkor... Na, megkaptuk a terület térképét. Három emelet. Felvettük. Ez pedig itt egy mikrofilm. Zárva. Természetes. Ja, az öreg ember gyertyát tart a kezébe. Ez a fény elvezett téged a legnagyobb igazsághoz, vagy mi a fenét mond? Hát persze. Hát hogyne. Na ez. Tudja használni. Remélem elég lesz az a 11 pisztoly lőszer. Talán Billy tudja használni. Nem. Let's split up. Roger. Kicsit közelebb megyünk. És Billy már is tudja használni. Igen, baba arc fölé. Ez így nem esett jól. Ó, panyek!
sajnos ki kell írtani azt a dögöt. Na jó, zúzunk innen. Ez az egyetlen pozitívum, ami elmondható. Teljesen feleslegesen duhajkodtunk, úgy tűnik. Igen, tehát ott átjutunk. Hát, bízunk benne, hogy... Na mindegy, Billy itt marad. Ez ugye Rebekának a kedvenc dobozkája, amivel különféle vegyi cuccokat tud kombinálni, viszont most az a probléma, hogy van 8 lőszere és gyakorlatilag nulla élete. Itt, ha minden igaz, még nem is barátságos környezetbe kerül. Próbáljuk ki a régi módit. Ott van még, igen, talán végül. Piros fű. Jó, azon már segített volna, és meg megöljük Rebekát. Ismét fúrjátok, de ismét csak ez az egyetlen, ami pozitívum. Először is nézzünk körbe. Szerintem ezt az ajtót ki tudjuk nyitni. Két ajtó. Igen. Ezt most kinyitjuk. Fölkészülve a mágikszerűen rohanunk vissza. Jaj, igen, ott volt egy fegyver. Még élünk. Ezt össze tudjuk kombinálni és fel is használjuk. Mert bizony Rebeka néni. Igen, csak gyengén áll.
eddig most azt csináltuk, ugye, hogy megnyitottunk egy rövidítést, az egy... Oda még vissza kell mennünk, az egy úgynevezett óratorony, ha jól emlékszem. Most először... Hozzuk az Abilit. Látom, Billy nagyon unatkozik, jó srác, tetszik. Igen, ő nem tudom, hogy mit keres ott, de... Vagytok még? Igen, az a része még nem nyithat úgy, hogy felesleges is arra menni. Nem tudom, honnan jött a cimbora, de rosszul tette. Most van egy A mikrofilmünk, amihez kell még egy B mikrofilm, kell egy vetítő. Kell, hát sok minden kell még. Rebeka is nagyon elfoglalt. Na, leteszük a mikrofilmet. Nem az, ha kéne. Na, váltsunk hát, mert ugye Billynek van egy öngyújtója. Azonban nincs benne benzin. Mi is a... Hol, honnan is jött Rebeka föntről, ugye? Nem, Rebekát itt hagyjuk, hadd pihenjen. Elég stresszes volt neki. Szerügyileg egyre szarabbul állunk. Na, ez már azért. Dehogy nem. Egy fehér szobor. Ez pedig itt nem más, mint egy... Inkább nézzünk körül. Mindjárt hozzuk Rebekát. Igen, mindenféle információkat kapunk. Nagy részük teljesen lényegtelen. Igen, egy óra. Amivel úgy látom, nem tudunk mit kezdeni. Kulcsokat kellene most már találni. És... Oda van Billyvel. Oké, elhozzuk Rebekát. Hozzuk a nőt, ez olyan tárgyiasítás volt egy picit. De hát akkor hozzuk.
meg a lényeg. Némi előrehaladásban vagyunk, lőszerünk nincs. Késlent hagytuk a pincébe. Jó, Rebeka fölveszi ezt a csini. Rebekát visszaküldjük a halba. Mondom Rebekát. Volt, lerakjuk a kettő felesleges tárgyat. Visszük őt is, mert nem tudom milyen feladat jön, de lehet, hogy kettő személyes. Meg hát ugye Billy az izom, Rebeka az ész. Nem tudom, ezt a csinos gránátvetőt vigyük-e? Nem visszük. Fogja. A Molotov koktélt vinni kell. Megkeresni kell egy zöld füvet. Nem bízunk benne, hogy Billy sokat kibír. Igen, sok tárgyunk van, részük használhatatlan. Follow me. Okay. Na akkor megint keresztül vagyunk a kegyetlen madarakon. És meglátjuk, meddig jutunk. Még az sem biztos, hogy jó ötlet visszamenni. Na nézzük, ez ugye, ha minden igaz, két emberes. Aki lovagura körzik a kaput. Rendben. Mi van lent. Ó, igen. Jó, jó. I'll go alone. Okay. Vizsgáljuk meg. Igen, nagyon nehéz felemelni. Kaptunk egy kulcsot. Nem
probléma. Teljesen nem vagyunk erre fölkészülve. Ez ennyi volt, nem szégyen, néha behal az ember, játékon kívül elhozom idáig, és legközelebb innen folytatjuk. Remélem, jobb kondíciókkal fogunk ide érkezni. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Legközelebb ugyaninnen folytatjuk. Sziasztok!